napot kívánok, kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket Sínyőről. A Nyíregyháza Spartacus, a Budafoki MTE együttesét fogadja. Tiszta fehérben majd a vendégcsapat, és hagyományos piros-kék szerelésében a Nyíregyháza. Fejér, Csőz, Gengelicki, Szokol, Jánvári, Siger, Márkus, Pekár, Pataki, Pantovics és Novák. Ez Huszár Géza csapata, míg a Budafoknál Gundel Takács, Jagodics, Fótyik, Vasicsku, Horváth Adorján, Németh Soltész, Csonka, Sós és Tisler, a vezetőedző pedig Mátyus János, a felező vonalnál Malavcsi Gábor. Ő végzi majd el a kezdő rúgást, 40. születésnapjára kapta ajándékba. Hát boldog születésnapot kívánunk neki, és Fejér Bélának gurította le a labdát, ezek szerint ő a kedvenc játékosa. Csőzbeadás a Novák felé, és megvan az első helyzet a második percben. Novák szépen fordul le, és Pataki kapja. Ez jó labda a jobb oldalra Pekárnak. Pekár beközépre, ez még egy lövőhelyzet, és Siger pont elcsúszott. Adorján. Tisler kiugratása, és Fejér Béla jött ki. Tisler kéri ott középen, meg is kapja. És Tislernek ez lövőhelyzet. Tisler még ellövi, alig mellé. El is vállalta Jagodics. Németh készíti le, és aztán egy lövés. Szakol fejéről pattan ki. Most a Németh tiszta lövőhelyzete, Fejér óriási védése. Pekár már a 16-oson belül. Pekár még egy csel. Pekár beközépre, Novák talpa előtt, éppen hogy elment a labda. Itt pedig ez így jó lett Pantovicsnak. Novák ütközött egy emberre, Pantovics a 16-oson belül. Pantovics megpróbálta spiccelat megcélozni, rövid sarkot. Bent középen Novák várná, ott van Pataki is, Pekár elindul befelé, még egy csel már a 16-oson belül. Pekár lő, Gundel Takács védett. Ez jó labda Pekárnak, és Pekárnál jó helyen van a labda. Pekár már a 16-os sarkánál, már a 16-oson belül. Pekár lő, megint Gundel Takács, ott a fejes, gól! Gresó Mátyás első labda érintéséből gólt szerez a 60. percben. Pekár lövése volt nagyon veszélyes, amit aztán Gundel Takács még bravúrral ki tudott tolni, de éppen Gresó elé, aki érkezett a hosszú saroknál és bebólintotta. Előtt azonban nézzük Novákot a 16-oson belül, Siger, egy csel, Siger lő, és mekkorát védett Gundel Takács. Gresó 16-oson belül, jó a csele, Gresónak 11-es, abszolút lábat talált. Na nézzük, Gresó és Gundel Takács, 2-0! 69. perc, Gresó Mátyás második gólja, amióta beállt pár perc alatt. Gyakorlatilag egy 10 perc alatt kettőt rúg. Pekár pedig rúghatja a szabad rúgást. Érkezik a labda. Visszapattan, ott a lövőhelyzet, óriási gól a léc alá! Márkus Attila a kipattanót követően. 73. perc. 3-0. Hát potyognak a gólok. Német, veszélyes volt, és Vasicsku fejelt. Csonka beadása, és egy óriási védés volt megint Fejértől. Pata megvan, a labda nincs meg, ez viszont egy remek labda a jobb oldalra, és egy óriási védés megint Fejértől. Ott egy csúsztatás, és Fejér ezt is kitolja, azt a mindenit.
És ebben a másodpercben a játékvezető lefújja a találkozót. A Nyíregyháza Spartacus 3-0-ra legyőzi a Budafokot a második félidőben nyújtott teljesítmény alapján. Abszolút megérdemelten.